most pedig megint egy másik család következik, akik szintén megkerestek tavaly, hogy ők nagyon sokan vannak, 21-en fognak jönni, de nem annyian jönnek most, sok elfoglaltság van, most 4 pár fog jönni, ők Nyíregyházáról érkeztek, az Ágoston család. Jön a protokoll szöveg. Ebben a családban 21-en táncoltak, vagy teszik ez mind a mai napig. Mondhatjuk táncos dinasztia. 17-es testvérek, gyermekeik száma összesen 27. Ez egy matematikai egyenlet lesz a végére. Igazi nagy magyar család. Legtöbbjük a nagymúltú Szabolcsné tánc együttesben táncol. De vannak köztük azóta már hivatásos táncos, sok és táncpedagógusok is. Ágoston Ildikó és gyermekei Nikoletta, Regina és György. Nikoletta párja Ignác Gergő. Ágoston Szabolcs és párja Bali Simonetta gyermektáncsoport vezetőik, valamint Ágoston Gergely tudták vállalni a jelenlegi bemutatkozást. Mindannyian pici koruk óta táncolnak, jelenleg is igen aktívak, ezt majd látni fogjuk róluk. Bár a család szanaszét van a nagyvilágban, az 5 évente megrendezésre kerülő jubileumra, amit Nyíregyházán tartanak, mindig visszatérnek az anyatánc együttesbe. Nyíregyháza környéki bokortanyák világából tirpák táncokat mutatnak be, a gyűjtés Tamás Bokortól származik. Fogadjátok szeretettel!